Egy kérdés van a Bhakta Sumontól, igazából kettő van, de egyet fogok válaszolni. És ő kérdezi, hogy úgy találtam, hogy amikor a sastra beszél baktákkal, jelentheti, hogy valaki, aki gyakorol sarana baktit, vagy valaki, aki egy tiszta bakta, hogy tudom meghatározni, milyenféle baktáról van szó. A kontextusból. Hát igen. Ő kérdezi a kontextusból, és a válasz, hogy igen. Igen, a kontextusból tudjuk meghatározni, és ez igaz, láthatjuk, hogy amikor van erről a szó baktáról, szóval nagyon, nagyon sokféle kategória, vagy nagyon sok kategória be van abba véve, és nekünk óvatos kell lenni, tudatos lenni, hogy most pont kiről van szó, mint hogyha beszélünk emberről, akkor mondhatjuk, hogy a miniszterelnök egy ember, a főbíró egy ember, egy kódolós az utcán, ő is egy ember, mindegyik ember, de azért, mert egy közös kategóriába van rakva, az nem jelenti, hogy ugyanolyan emberek, ugyanolyan minőségű emberek, ugyanolyan kapacitásuk van, mondjuk így a civil szempontból, hogy ugyanolyan haszont vagy szolgálatot ajánlnak a közönségnek. Szóval ez a kontextus, ez egy fontos dolog. És nem csak a szó bakta, hanem igazából a szó bakti is másképp van használva. Sokszor, amikor mind amikor Kapila Dev mondja, hogy Svadarati Bhaktiranukra Mishasi, akkor mind a csarják elfogadják, hogy itt a szó bakti azt jelenti, hogy prema bakti. Hasonlóan, amikor a Vyasa Devnek a transzrájóról van szó, bakti yogina manasa samyak prahaniti amali. Itt megint ez a bakti yoga, ez jelenti, hogy prema bhakti. Ezt nagyon részletesen vizsgálja meg Jiva Goswami és magyarázza meg. De ugyanakkor meg a szó bhakti az és bhakta az meg beszélhet sarana bhaktáról. Ugye, hogy Bhagavat Uttama Shloke bhaktir bhavati naistiki gyakorló oda adó szolgálatról van szó, itten nista baktiról van szó, és másféle bakti, másféle baktáról van szó. A Kardama Muni úgy van hívva, mint egy bakta. Narada Muni úgy van hívva, mint egy bakta. Vasudev egy bakta, Nanda Maharaj, Anya Yashoda egy bakta, Srimati Vararani egy bakta, és mi hívjuk egymást baktának. Szóval közös ez a kifejezés, ugyanúgy, mint a szó ember, de ugye még Krishna is úgy van hívva, mint ember, de másféle bakták vannak. Egyik, most gondolkodok, hogy van egy nagyon részletes magyarázata Vishwanatha Chakravarti Thakurnak, amikor beszél a másféle gópikról, ugye? Hogy gópik bakták, de vannak a nityaszeda gópik, azok, akik Krisnával jöttek a lelki világba, vannak azok a gópik, akik szadakák voltak, szadanaszida, ők múlt élet gyakorlatából elérték azt a helyzetet, hogy tudjanak Krisnával társulni. Voltak a upánisádok, akikből lettek gópik. Voltak azok, akik társultak Úr Ramachandrával, sokan, akik is gópik lettek. És ugye, ahogy elkezdődik, amikor az Úr eredetileg is
mondja Brahmának, hogy jöjjenek a félisteneknek a felesége és a lányai. Ők is meg bakták, de más kategória, más fejlődés. És ez egy tudomány. Szóval amikor Srila Prabhupád akarja, hogy részletesen tanulmányozzuk a szentírás, ő akarja, hogy menjünk mi bele ezekbe a részletekbe. Komolyan tanulmányozzuk. Mert ez a tanulmányozás Srimad Bhagavatamnak, ez a igazi tanulmányozása Krisnát önmaga, és azok, akik komolyak a lelki életre, ők igazából akarják Krisnát jól ismerni. Szóval, igen, kontextus, fontos dolog mindig tanulmányozni kontextust, mert teljesen más dolgok jelenthetnek. Annyiféle vita van, mondjuk Iszkandban is, hogy mit jelentettek dolgok, mit akart Prabhupád mondani, mert nem óvatosan veszünk dolgokat kontextusba. Más dolgokat jelentenek, ugyanazok a szavak, amikor más kontextusban vannak mondva. Szóval ez a mai podcast, és folytatjuk holnap, amire mindenki jól van, Krisna tudatban, jó meleg időben, és Hare Krishna.